Június 24-én és 25-én került megrendezésre a magyar polgármesterek 11. világtalálkozója. A királyi kastély lovardájában megtartott plenáris ülésen Kémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökének megnyitója, Frank Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi képviseletének vezetője, és Keményné Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank ZRT ügyvezető igazgatójának köszöntője után Dukai Miklós tartott előadást. Mint a belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára elmondta, a 2010-ben beindított átalakítási folyamatok elsődleges célja az önkormányzati és közigazgatási feladatok szétválasztása volt a járási hivatalok létrehozásával, melyek eddig átvették az önkormányzatok hatáskörének 40%-át. Jelenleg tankerületi központokba szervezik a településektől teljesen elvett iskolákat, központi elektronikus rendszerbe integrálják az önkormányzatok ügyintézői és egyéb feladatait, és a Modern Városok program keretében a megyei jogú városokat fejlesztik. Gémesi György a folyamatot az önkormányzatok gyámság alá helyezésének nevezte, amivel a polgármesterek láthatóan egyetértettek. Ezt követően a MÖSZ elnökének moderálásával panelbeszélgetésre került sor, ahol Répási Róbert, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának alelnöke kifejtette, hogy a centralizációval csak terheket szeretnének levenni az önkormányzatokról. Ami a célok között szerepelt, az az önkormányzatok gazdasági függetlenségével szemben az önkormányzatok biztonságos feladatellátása. Az, hogy az alaptörvény kimondja, és az önkormányzati törvény is kimondja, hogy csak úgy lehet rájuk törvény által feladatokat telepíteni, ennek megvan a fedezete, megvan a forrása. Minden állami intézménynél, gondoljunk csak a felsőoktatásra például, minden állami intézménynél megjelentek, hogy bizonyos kontrollt, nem csak utólagos ellenőrzés, hanem folyamatában kontrollt kell beépíteni a gazdálkodásba. Ez is része ennek az önkormányzati törvénynek, az új önkormányzati törvénynek, hogy tulajdonképpen egy egyidejű ellenőrzés zajlik. Bárándi Gergely, a bizottság másik alelnöke szerint az állam minden területen túlszabályozza az országot. Az helyes dolog, hogyha az önkormányzati működés egy nagyon szoros törvényességi felügyelet alatt áll, és ezt a törvényességi felügyeletet az állam gyakorolja. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, és erre utalt elnök úr is, polgármester úr is, és talán az oktatás nem véletlenül, vagy a hulladékgazdálkodás témája a mai összejövetelnek, találkozónak, hogy vannak tipikusan önkormányzati feladatkörbe tartozó dolgok. Ilyen például mondjuk az óvodai ellátás, vagy az alapfokú iskolai ellátás, és ilyen természetesen hagyományosan mondjuk a hulladékgazdálkodásnak a megszervezése. Ezeket is átveszi az állam. Bebizonyosodott az, hogy a rendszer nem jó, nem működik. Nemrég volt szó arról, hogy végrehajtói kamara hogy működjön. Nemrég volt törvénymódosítás a vonatkozásban, hogy a szakértői kamara hogy működjön. Mit gondolnak, mi volt ebben a közös? Az, hogy mindegyik a minisztériumnak a felügyelete alá került. Korábban, amelyik független volt szakértői kamara, most a hiába választják meg annak az elnökét, a miniszternek a jóváhagyása nélkül nem léphet hivatalba, magyarán miniszteri felügyelet alá került. Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke szerint az önkormányzatoktól átvett adósságokat jelentős részben a kötelező állami finanszírozás hiánya okozta, és a nagyvárosoknál tapasztalható inkább az átláthatatlan költekezés. Adósságszolgálat, ugye képviselő úr felmondta, én is el tudom mondani önöknek, hogy azért tessék önmagukat okolni, meg az elmúlt 20 pár évet. Nem minket kell okolni érte, hogy kiment a finanszírozás mögülünk egy az egybe. Tehát az az államháztartásnak a problémája volt, azt letolta egy szinten lejjebb. Pont a rákfenéje az egész önkormányzati rendszernek, az a modern városi kör, amit kiemelt módon támogat a kormány, ugyanis ott szedjük be a legtöbb adót, és a legátláthatatlanabb rendszerek működnek ezekben a körökben. Még egy kisebb településen, ahol 25-30 millió forint az éves költségvetés, legyünk őszinték, hogyha fölébreztik az álmából az embert, akkor is fejből tudni fogja, hogy ennek a 90%-a determinált valahova.
Ambrus Gyöngyi, a MÖSZ elnökségi tagja, Kis-Tokaj polgármestere egyetértett abban, hogy néhány város költekezése miatt sújtják az egész önkormányzati rendszert a leépítő rendelkezések. Tudjuk, hogy mely városok, települések halmozták fel az adósságot, és erre hivatkozással akarnak gyámság alá helyezni minket a jövőben. Nem erről volt szó rendszerváltás idején, és azóta sem. Úgy érzem, hogy ha felteszik azt a kérdést, hogy hová tart az önkormányzatiság, akkor azt mondom, hogy a polgármesterek jó részének, különösen Borsodban, kis településeken, annyi lesz már csak a dolga meg a testületnek, hogy eldöntse, hogy árvácskát vagy büdöskét ültessenek a virágágyásokba, és hogy a közmunkásokat milyen feladattal tudják megbízni. Eszes Béla, a MÖSZ társelnöke, János Hida polgármestere néhány példát is hozott a központi irányítás rossz működésére. A stratégiai jelentőségű helyi feladatok, és ezzel együtt a döntések elvétele a közösségeinket csak rombolja. Ezek közé sorolhatjuk, itt már elhangzott az iskolát, ide sorolhatjuk a kommunális hulladék kérdését. Én bátran ide sorolom az ivóvíz és szennyvíztisztítás kérdését is, de tovább menve, az aktív korúak ellátását, foglalkoztatás helyettesítő támogatottak, a rendszeres szociális segély, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság, időskorúak járadéka, ezen kívül a gyermekvédelemben a védelembevétel és ideglenes hatályú elhelyezés, hogy ennél az egynél maradjak, nálunk, amikor ennek mi voltunk a gazdái, soha nem fordult elő, hogy például rendőri elővezetést kellett volna alkalmazni. Most a legegyszerűbb dolog egy ilyen esetben, a szülő nem megy el a járásközpontba. Hogy lehet ezen, akkor a rendőrséget kell hívni, és rendőri elővezetéssel esetleg oda lehet vinni. Nem biztos, hogy ez a megoldás ezekben az esetekben. Nálunk ebben nem volt probléma. A lakcímbejelentés kérdése még a jelenlegi úgynevezett osztott hatáskörben, amelyben a helyi önkormányzati hivatal és a járási hivatal is részt vehet, ebben sem jó és nem működőképes. Ebben a rendszerben most előfordulhat az egy-egy településen, hogy egy parasztházba akár 50-en vannak állandó lakcímre bejelentve. A hozzászólók között Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere elmondta, hogy a hitel nem ördögtől való, ha megtérülő fejlesztésekre fordítják. Én a bűnösök közé tartozom, azok közé, akik sok hitelt vettek föl. Köszönjük, hogy az állam elvitte, de nem kértük. Akkor is elmondtam, hogy nem szeretnék azzal találkozni, hogy az állam majd egy-két év múlva visszaveszi. Most ez következik. Ez így sunyi. Tisztán kell beszélni, hogy 4 év múlva, 5 év múlva is ugyanazon a talapzaton álljunk. Kérem szépen, azok a az önkormányzatok, elsősorban a fejlődők, akik hitelt vettek föl, azok ennek az országnak nagyon nagy hasznot hajtottak. A hozzánk települt üzemeket, az egyik nagyon sokat termelőt, azt Lengyelországból hoztuk Magyarországra. Magyarországon Veresegyházra. Ebből a világon 5 van. A polgármesterek egyetértettek abban, hogy ez az állami segítség kicsit olyan, mint a hasznavehetetlen karácsonyi ajándék. Több kára van, mint haszna. A beszélgetés után Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, az RMDS országos önkormányzati tanácsának elnöke elmondta, hogy az éppen lezajlott romániai önkormányzati választásokon a legtöbb magyar lakta település önkormányzatába sikerült bekerülni szövetsége képviselőinek, sőt, számos alpolgármesteri posztot is sikerült megszerezniük. Fontosnak nevezte a régiók bizottságában zajló magyar-magyar együttműködést, és szorgalmazta az önkormányzati vállalkozói befektetési együttműködést az anyaországgal. A következő panelbeszélgetésen a vidékfejlesztés fenntartható, integrált fejlődés, település üzemeltetés témakörében Kis Miklós Zsolt, a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkára, és dr. Gyurica Csaba, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal elnöke is kihangsúlyozta, hogy jelenleg a fő vidékfejlesztési célok a munkahelyteremtés,
a vidék versenyképességének erősítése. E területeken elsősorban a 10 000 lakosnál kisebb települések, önkormányzatok, szociális szövetkezetek és non-profit társaságok pályázhatnak. Kérdéses viszont, hogy a nagy-britanniai népszavazás eredményeként 2020 után milyen lehetőségeket kínál erre az európai közösség költségvetése. Básti Béla Kőszeg polgármestere, Bárány Attila, a Robert Bosch Kft. Biztonságtechnikai üzletág vezetője, Mosányi Károly, a Castrum Pro Kft. Értékesítési vezetője, Bercsi Gábor, a Kotek Kft. Ügyvezető igazgatója, Krugberger János üzletfejlesztési igazgató és Sándor Tamás, az Estér Kft. Ügyvezetője követendő példákat mutattak be a település üzemeltetés témakörében. A délutáni beszélgetés fő témája a hulladék és vízgazdálkodás, megújuló energiaforrások kérdésköre volt, amit a polgármesteri tagozat elnöke moderált. A Budaörs polgármestere Wittinghoff Tamás vezette beszélgetésen, számos tervezett vagy megvalósult beruházás kapcsán vitatták meg a költségcsökkentés lehetőségeit a környezettudatos technológiák alkalmazásával. Június 25-én 3 előadásra került sor a Magyar Polgármesterek 11. világtalálkozóján. Tatai Laura, a miniszterelnökség főosztályvezető helyettese, a 2014-2020-as költségvetési időszak Európai Uniós forrásokból megvalósítható térségi és helyi fejlesztési lehetőségeiről adott tájékoztatót, majd Loppert Balázs, a Külgazdasági és Külügyminisztérium határmenti gazdaságfejlesztési főosztályának munkatársa a határmenti és határokon átnyúló együttműködés lehetőségeiről tájékoztatta az egybegyűlteket. Heiser Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára, a nagy vitákat kiváltó önkormányzati ASP rendszer fejlesztésének irányairól számolt be a polgármestereknek, ami állami gondoskodás alá helyezi a települési, gazdálkodási és adószakrendszert, iratkezelőrendszert, ingatlan vagyonkatasztert, valamint az elektronikus ügyintézést legkésőbb 2018. januárjáig. Amrus Gyöngyi, Kistokaj polgármestere több szempontból is visszalépésnek nevezte az új informatikai rendszert. Arra hivatkozni itt, ezen a fórumon, hogy lakossági igény alapján kényszerült arra a kormányzat, hogy lépjen ebben az ügyben, illetve a kistelepülési önkormányzatokra hivatkozni, hogy a kistelepülési önkormányzatoknál nem létezik sok helyen megfelelő rendszer. Hát kérem szépen, 2000 fő alatti településeknek közös hivatalt kellett létrehozniuk. A közös hivatalok, illetve a körjegyzőségek már réges-régen megléptek bizonyos fejlesztéseket. Rengeteg pénzt áldoztak az önkormányzatok a saját rendszereikre, és mint ahogy elhangzott, ez az ASP nem a legkorszerűbb. Kicsit lebutítottabb forma, hogy mindenhol a minimumot tudjuk szolgáltatni. Hát kérdezem én, miért kell mindenkinek kötelező jelleggel akkor belépni ebbe, ha már esetleg jobb rendszert használ, és az tökéletesen megfelel a saját dolgaira? A kétnapos szakmai találkozó végén Gémesi György, MÖSZ elnök, összegezte az elhangzottakat, majd zárszavában kiemelte, hogy a településvezetőket a lakosság választotta meg, így nekik tartoznak elszámolni, és nem az állami parancsokat szerződtek feltétel nélkül végrehajtani.